Gion Nándor Véres patkányírtás idomított görényekkel című művét ajánlom olvasásra. Ugye most Budapesten vagyunk, 2018-ban, amikor most beszélek. Bevallom, én 1965-ben, 68 táján voltam először Budapesten. És amikor elolvastam Gion Nándor eme novelláját, akkor éreztem, hogy azt írta meg, ami valóban a 60-as, 70-es években volt Budapesten. Mi Jugoszláviában egész másképp viszonyultunk a városhoz, nálunk nem volt ilyen város, mint Budapest. Nemrég jártam József Attila emlékházában, és ott azt mondták viccesen, hogy hát ez a ház olyan volt, hogy több volt a patkány, mint a tégla. És persze Gion nem is igazán a patkányokról ír, és a patkányírtásról, de egész idő alatt ez foglalkoztatta képzeletét. Mi ugyanis nem tapasztaltunk ilyen épületeket, mint a Budapestnek ezek a körfolyosós épületei. Engem is ugyanúgy akár Giont megdöbbentett ez a világ, ez a mikrovilág, amely egy ilyen épületben kialakul. És ami Giont megdöbbentett, az a zsidóságnak, a problémájának a hangsúlyozása. Ez az, ami mi, határon kívüli jugoszláviai élő írók és emberek nem tapasztaltunk. Nem tudtunk, hogy mi az, hogy zsidózás. És valójában erről szól, a másságról, hogy a Budapesten és Magyarországon miért olyan fontos, hogy ki a zsidó és ki a nem zsidó. Tehát ez csupa újdonság volt Gion számára, és erről egy nagyon hiteles beszámolót írt ebben a könyvben, de ezt mind olyan hangon, olyan nyelvezettel írja, tehát egy teljesen vagány, fiatalember nyelvével, tele van humorral, lányokkal, csajozással, italozással. Tehát ezeket a véresen komoly témákat valahogy úgy feszegeti, és úgy oldja meg, és a beszélgetése, a nyelvezete, a dialógusok annyira élethűek, annyira mindennapiak, hogy ma is elhangozhatnának. Hiszen nekiszegezni valakinek azt a kérdés, hogy te zsidó vagy? Hát persze, hogy megdöbbentő. De ő ilyen. Ő ilyen volt, és ilyen nyílt, és a lényegbe látó ember volt. Thank you.